A bonyhádi önkormányzat önerőből finanszírozza a sokak által várt beruházást, a Majosi Kultúrház fejlesztését. Néhány évvel ezelőtt már kicserélték az ingatlanon a nyilászárókat és megcsinálták az utcafronti homlokzatot. Most ennél átfogó felújítás veszi kezdetét hamarosan. A másik ütemben, amiről jelenleg itt szó van, a komplet külső-belső helyiségeknek a felújítása fog zajlani. A homlokzat tekintetében a vakolatok levelésre kerülnek, úgy szintén a belső helyiségben, komplet padlóburkot, rétegrendek cseréje, valamint a a szaniterek víz és szennyvíz alapvezetékek, villamos alapvezetékek cseréje, valamint a világítótestek, lámpatesteknek a komplet cseréje zajlik. A kivitelező 240 nap alatt újítja meg teljes egészében az épületet. Az első ütemben már megújult a teljes tetőszerkezet, a belső tánctér, a padló, új fűtési rendszert és vizes blokkokat alakítottak ki. A szebb napokat is látott terasz is megújul. A szerződést aláírtuk, és a szerződés szerint 240 nap áll rendelkezésre a kivitelezésnek arra, hogy itt a majosi kultúráz teljesen megújulhasson. Én nagyon bízom benne, hogy nagyobb akadályok nélkül végre a majósiak álma megvalósulhat, hiszen nagyon régóta várják, hogy ez az épület olyan állapotba kerüljön, ami méltó ehhez a településrészhez is, és magához a kultúrházhoz is. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki, aminek már a kettes ütemtervének megvalósítására fog sor kerülni szeptember közepétől. A munkálatokra közel 100 millió forintot terveztek be a 2023-as költségvetésben, amit a közgyűlés egyöntetűen szavazott meg. Bízom benne, hogy a jövő tavasszal, ha jól számolunk, ugye a 240 nap, az körülbelül 8 hónap, most augusztus közepén vagyunk, valamikor április közepén zárul le a kivitelezés, és ezért abban gondolkodhatunk, hogy jövő tavasztól már birtokba veheték a majoséak a megújított kultúrházat. Valós igény van az épület helyrehozatalára. Egyrészt azért, mert nagyon rossz állapotban van, másrészt a helyi civil szervezeteknek és korosztálytól függetlenül a lakosságnak is egy olyan teret biztosít majd, ahol kultúrát, körülmények között találkozhatnak, programokat szervezhetnek, közösségi életet élhetnek.